köszöntöm Önöket a Debreceni Lózsa György Általános Iskolában. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy érdeklődnek intézményünk iránt. Intézményünk 1968-ban nyitotta meg kapuit, azóta neveljük, oktatjuk a ránk bízott gyermekeket. Pillanatnyilag két párhuzamos osztályban folyik az oktatás-nevelés. Az utóbbi években több kihívás elé is állított bennünket az élet, illetve nem is kihívásnak, én lehetőségnek fogalmaznám meg tulajdonképpen. Az egyik kihívás 5 évvel ezelőtt ért bennünket, amikor is az a megtiszteltetés érte intézményünket, hogy német-magyar kéttanítási nyelvű osztályt indíthattunk be. Ezzel elárultam, hogy az egyik osztályunk német-magyar kéttanítási nyelvű osztály, ami azt jelenti, jogszabályban meghatározott módon, hogy a gyermekeknek minden nap van német órájuk, ezen kívül alsó és felső tagozatban is még 3 tantárgyat idegen nyelven oktatunk, nevezetesen német nyelven oktatunk a számukra. Alsó tagozatban ezek a készségtárgya, tehát a rajz, a testnevelés és a technika, felső tagozatban pedig természetismeret, matematika, történelem és az úgynevezett célnyelvi civilizáció, amikről is az anyanyelvű országoknak a kultúrájával ismerkednek meg a gyermekek. A másik kihívás 1 évvel ezelőtt talált meg bennünket, ennek is nagyon-nagyon örülünk, nevezetesen a inkluzív nevelés bevezetésére kértek fel bennünket, és mi ennek nagyon nagy örömmel eleget is tettünk. Az inkluzív nevelés azt jelenti, hogy az integrálhatóan nevelhető esenyis tanulókat nagyon nagy örömmel és szeretettel fogadjuk. Az inkluzív osztályunk viszonylag alacsony létszámú, 23 fővel indul. A német-magyar kéttanítási nyelvű osztályunk tapasztalat szerint nagyon nagy érdeklődésre tart számot, ezért szinte minden évben 32 fővel indult az osztály. Tehát ez az a két osztály, amivel nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel várjuk a gyermekeinket. Láttok itt 12 Mikulás csomagot, amelyek feladatokat rejtenek. Választunk egyet és oldjuk meg. Gyerekek! Úgy fogom kezdeni, hogy egy tapsolás, egy tapantás, és fölmegyünk egészen 6-ig. Rajta!
How many little birds sitting on the wall? Okay, can you remember? Okay, two little dicky birds sitting on the wall. My name is Peter, my name is Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Intézményükről még azt szeretném elmondani, hogy ebben a naptári évben teljes körű energetikai felújításon esett át, ami ugye kívülről látható, nagyon szép, modern, tiszta, letisztult megjelenést kölcsönöz az épületnek, amit ebben az évben nagy örömünkre Debreceni Tankerületi Központ támogatásával belső felújítással is kiegészítettünk, ami azt jelenti, hogy minden tantermünk teljes körűen fel van újítva. Úgyhogy ebbe az esztétikus környezetbe várjuk nagyon nagy szeretettel az önök csemetéit. Alapvetően nyitott szülők, nyitott gyermekeit várjuk, akik kíváncsiak, akik szeretnének tanulni, akik szeretnének megtanulni, írni, olvasni, számolni. Ugye ez az alsó tagozatnak a legnagyobb feladata. Mindenki lehajtja a fejét, csak a legutolsó gyerekek néznek rám, de a legutolsó gyerekek rám néznek. Mutatok egy számot, jegyezd meg. Azt a számot mutatom, figyelj, hogy... Vendel. Boti, nézz ide! Boti, megvan a szám? Jó, felemelheted a fejedet. Következőt kérem, az utolsó emberek fogják meg az előttük levőnek annyi ujját, ahányat mutattam, és ezt add tovább, add tovább, add tovább. Mehet a játék, tedd hátra a kezedet. Annyi ujját fogd meg, amennyit én mutattam. Aki megkapta, már így emelése kezét. Ha az első megkapta. Még nem utasd, hogy mennyit kaptál. Mindenki megkapta. Mutasd, hányat kaptál. Nagyon ügyes. Én is a kettőt mutatom. Szám királynak az ötös tettem a fejére. Jól jegyezd meg, hogy most ötös a számunk. És kihívom, azt mondja, hogy... Ennyi, gyere. Előbb mondd a számot, és csak ha már mondtad a számot, utána mutass rá valamelyik asztalra. Jó? Tehát pedig úgy egészíts ki a mondatát, hogy öt legyen a vége. Na, Emi. Öt meg. Nulla. Három meg. Öt meg. Nulla meg. Öt. Kettő meg. Három. Erre kivonásokat írtam. De képzeljétek el, itt a esti fáradtságomban van, amelyik rossz. Van, amelyiket elrontottam. Az a feladatom, hogy csak oda tegyen a csoport minden tagja egy-egy csipeszt, amelyik jó. Na, dugjátok össze a buksitokat, és tényleg a jókat megcsipeszteljük. Sajnos a személyes találkozóra nincsen lehetőség. Mindent online bonyolítunk le, így aztán szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy természetesen lesz olyan online lehetőség december 7-én és december 14-én, amikor is 17 órától egy
online tájékoztatót, vagy online szülői értekezletet tartok az érdeklődő szülők számára, mert én tudom, mert nekem is van 3 gyerekem, tudom, hogy mennyire izgalmas dolog, amikor a gyerek iskolába készül, és az emberben számtalan kérdés fogalmazódik meg, és így megnyugtatóan fel tudják majd tenni ezeket a kérdéseket, és én remélhetőleg megnyugtatóan válaszolni is fog rá. Na nézzétek, amit játszok veled! És ahogy gyülekeznek a felhők, esik az eső, kopog a jég, törög az ég, villámlik a csapat, kis ütött a Földünk, hazánk, lakóhelyünk. Az első feladatotok csoportban fogtok dolgozni. Ugye ismeritek az 5 sorost, ismeritek az 5 bőrzét, és ismeritek a fűtábrát, jól tudom? Jó. Akkor mindenkinek fogok adni egyet, ugye fűtábra. De mindjárt én meg is beszéljük. Tehát fűtábra, 5 soros. Sokszor föl szokott merülni az a kérdés, hogy kell-e a gyereknek írni, olvasni, tudni, hogy általános iskolás legyen. Hát szeretném önöket megnyugtatni, hogy a gyereknek nem kell tudni írni és olvasni, hiszen ez a tanítónéninek a feladata, hogy megtanítsák őket írni és olvasni és számolni, és nekik ez a szakmájuk, és ők nagyon szeretik együtt átélni azt a csodát, amikor egy-egy betűből, egy-két betűből összeállnak a szavak, összeáll a szöveg, összeáll az olvasnivaló. Gyerekek, az ABC rendet gyakoroltuk, azt fogjuk most is a mai órán egy picit még gyakorolni, úgyhogy szeretném, hogyha elmondanánk az ABC-t először, a magánhangzóknál tapsolunk, a mással hangzóknál pedig dobbantunk a lábunkkal. Készüljünk elő! Rajta! Illetve a számok lejegyzésének szabályszerűségeit ismételjük át. Megkérem szépen az arab számok kardvezérét, hogy érkezzen ide a szőnyegre, és megkérem a római számok kardvezérét, hogy szintén érkezzen meg hozzánk. Szőnyeg szélére sárcok, és már is lehet írni a katonákat. Név szerint szólítsátok a katonáitokat. Zsolt, Ádám, Pál, Petra, Anna, Alexa, Sufi, Anna, Rebeka, Gábor, Lánti. Nagyon nagy baj történt Manó földön, Télapónál, Manó gyárból elrabolták Lila Manót. Tudjátok, Lila Manó mindig bajba került. Segítenetek kell kinyomozni. Sherlock Holmesok, kisnyomozók, Watsonok, nyomozásra fel. Mondom, hogy mi lesz a feladatotok. Lila Manó itt lehúl a dobozában. Egy 4-jegyű kóddal lehet kinyitni ezt a dobozt. Az első kódot kihúzod a kis poharunkból, a varázspálcát. Mondom, mi lesz az első kód. Megvilágítom a titkos lámpámmal. Az első kód a lila színű pálcikán található. Számolj ki! Ha kiszámoltad, írd föl, vedd ki a pálcikádat, és írd föl az eredményt, jó nagyjal, mert tudod, már a manók öregek, és nem biztos, hogy látják. Balázs is segít a kiszámolásban. Irányítunk, majd megintem, és... Ha!
aspect test Lakos? Lakos. Lakos has no problem? Nein. Können wir weitergehen? Okay. Oh, ist Ronaldo eine Sportkanone? Ja. Ist Ronaldo eine Sport... Was bedeutet das, Sportkanone? Ehrsportler. Ehrsportler. Sehr gut. Ist hier jemand eine Sportkanone? Nein. Haha. Okay. Marton ist noch immer der Erste. Neunte Frage. Was machen die Kinder? Sie machen Schlittschuh, sie laufen Schlittschuh, sie spielen Eis oder sie malen Ski. Ja, sie. Was machen sie, Jakosch? Was machen die Kinder? Was machen sie? Sie laufen Schlittschuh. Sie laufen Schlittschuh. Schlittschuh laufen. Wir haben 11 richtige Antworten. Gehen wir weiter. Oh, Marta, ich gratuliere dir. Dort waren oder hier? Erste Frage. Wir haben noch 3 Fragen. Wie lange dauert ein Basketballmatch? 2x30, 90 Minuten. 4x10 oder 2x20. Hast du eine falsche Antwort gemacht? Vicky und Patty, ihr spielt Basketball. Wie lange dauert ein Basketballmatch? 4x10 Minuten. 4x10 Minuten. Ich spiele auch Basketball. Na ja, du machst recht. Die erste Spielerin. 12. Frage. Ist Schach eine Sportart oder? Guten Tag, guten Tag, sage alle Kinder, große Kinder, kleine Kinder, viele Kinder, viele Kinder. Guten Tag, guten Tag, sage alle Kinder. Ente, Ente, Fritz, Herr Ruf. Ente, Ente, Fritz, Herr Ruf. Wer möchte Sonnencreme? Niemand? Sonnencreme brauchen wir im Sommer. Okay. Wer möchte Turnschuhe? Niemand? Doch, möchte Turnschuhe? Okay. Also sag mir bitte, das sind keine Turnschuhe. Das sind elegante Schuhe. Okay. Wer nimmt T-Shirt mit? Möchtest du T-Shirt? Guten Tag. Nein? Kein T-Shirt? Oh, wer nimmt Badehose? Oh, ist das eine Badehose? Nein. Nein, das ist Unter. Unterhose. Oh, schon dran. Keine Badehose, Unterhose. Nimm du Vorhütze im Sommer mit? Oh, das ist sehr interessant und lustig. Okay. Ja! Keinen Druck, du hast recht. Ott a pult, figyelj már, mutatom is! Azok dolgoztak. Csak elvinnak! Nézd meg! Emelje föl! Anna, szaladj nyisd ki! A te kódod nyithatja. Kristófék is, ez a nyomozó csapat is, az is! Jó, ide jól dolgoztak, Miski, és mentsétek ki Lamadót! Gratulálok, tapsoljátok meg az ügyeseket! Hát ennek örömére jön a kedvenc dalunk, énekeljük el Lamadónak! Indulhat? Igen! Egy kis kutya, kettő kis kutya, három kis egér.
vagyok, nyitottak vagyunk. Kérem, rendszeresen látogassák honlapunkat. A honlapon lesznek majd fent azok a linkek, amin el lehet érni az előbb említett szülői értekezleteket, illetve a honlapunkon fognak majd találni bemutatkozó kisfilmet is, hogy amennyiben már személyesen nincs is lehetőségük bejönni az intézménybe, mégis láthassák, és ne csak elképzeljék azt, hogy milyen munka folyik itt. Tehát igyekeztünk egy virtuális sétát is felvenni az önök számára, illetve lesz minden alsó tagozatos osztályban egy-egy 5-10 perces kis órarészlet is, amit ajánlok a figyelmükbe. Itt megnézhetik a pedagógus-tanuló viszonyt, illetve a pedagógusoknak a stílusát, láthatják őket munka közben, és így ezen a módon próbáljuk önöket egy kicsit bevonni ebbe az életbe, a mi iskolai életünkbe. Közösen hozzon a találós kérdést, és találjuk ki, hogy mi is lehet ez. Közösen hangosan rajta! Kétezörös, mint a tűz, nyula az szívesen űz, lompos a harka, eszes ő a... Na ő a... Csongi? Róka! Így van, nagyon ügyesen kitaláltam, ő a róka. Na nézzük meg még egyszer ezt a találós kérdést, és keressük ki belőle a rókának a tulajdonságait. Milyen tulajdonságok vannak a találós kérdésben? Balázs? Vörös. Vörös, aztán Máté. Nyulakat szívesen ősz. Így van, ügyes vagy, nyulakat szívesen ősz. Kira? Lompos a farka. Lompos a farka, így van, és van még? Eszes. Így van, eszes. Na ezek közül a tulajdonságok közül, hogyha eljönne ide ez a róka hozzánk matematika órára, melyikre lenne szüksége? Ezen kívül majd még januárban, februárban, amikor önök a jelentkezési lapjaikat leadják az óvodába, és mi majd látjuk, hogy a német-magyar két tanítási nyelvű képzés iránt mekkora az érdeklődés, szoktunk egy ilyen kis személyes 5 perces kis bemutatkozót is szervezni, ahol önök is és a gyermekeik is természetesen részt vehetnek, sőt, fontos is, hogy a gyerkőc is ott legyen. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ezt is csak online módon fogjuk tudni megtenni, de higgyék el, hogy én lennék a legboldogabb, hogyha ismét kitárhatnánk a kapuinkat a gyerekek, illetve önök előtt, és az irodámban fogadhatnám önöket erre a kis 5 perces kis ismerkedésre. Rendszeresen figyeljük ugye mi is a kormány határozatait, és annak megfelelően fogunk majd ezen esetleg módosítani. Tehát most a jelen pillanatban úgy néz ki, hogy online ismerkedés lesz. Amennyiben ez a 2020-as mumus elvonul a fejünk fölül, és ismét visszatérhet minden a normális kerékvágásba, akkor pedig nagyon nagy szeretettel szívesen fogadom önöket az irodámban, ahol további lehetőség lesz arra, hogy megismerkedhessünk. Gyerekek, a mai órán egy ismert témakörrel fogunk foglalkozni, ez a téli ünnepkör. A téli ünnepkörrel kapcsolatban egy olyan feladatot hoztam elsőre nektek, amit ismertek már, ez egy látótérnövelő feladat volt. El fognak tűnni és meg fognak jelenni szavak, mondatok, amiket el fogunk olvasni hangosan. Jó? Mutatom az elsőt. Mondjuk ki. Ó! Mondjuk ki. Esik a hó! Télen esik a hó! Is. Téli napon esik a hó!
napon esik a hó. Utolsó mondatom. Egyéb téli napon szépen esik a hó. Kérdezve ezért prima. Na, így szájna majd a koffelbe is hív. Házházekom! Gól tudták, kinder! Gúlen tudták, házházek! We have a meine Freunde mitgebracht. Wer ist das? Wer ist das? Die Katze. Ja, die Katze. Wir erzählen Punkt, Komma, Strich Gedicht, ja? Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Morgensinn. Zwei spitze Ohren, Sonne siehe Bohnen. Ritze, Ratze, Ritze, Ratze, fertig ist die Mietzekatze. Ennyivel szeretettem volna önöknek megkönnyíteni, vagy megnehezíteni az iskolaválasztást, és bízom abban, hogy önök a legeslegjobb döntést, egy nagyon bölcs döntést fognak hozni, és remélem, hogy hamarosan nem csak így személytelenül kamerán keresztül, hanem személyesen is találkozhatunk. Ami azt jelenti, hogy nálunk mindig nyitva van az iskola kapuja, az én irodám is mindig nyitva van. Úgyhogy ahogy említettem, nyitott iskola várja nyitott szülők, nyitott gyermekeit. A döntéshez sok sikert kívánok, és mindenek előtt mindenkinek, akik az önök környezetében vannak, a legjobb egészséget, viszontlátásra! Készültem, hogy újra találkozom veletek, és egyébként pedig egy vasúti modell kiállításon voltunk a gyerekekkel, ami nekik nagyon tetszett. Nagyon röviden, egy mondat mindenkire pár másodperc jut, és utána visszakérdezek. Nekem az volt a legjobb, hogy elmentem papához, és akkor ott játszottam este, és akkor levekültünk, aludtunk, és akkor Akkor megint játszottam. Szuper. Köszönöm, Bogi. Az én hétvégében az volt a legjobb, hogy elmentünk apával bakancsot vásárolni szombaton, és vettünk még hozzá egy nagyrágot. Akkor viselkedés. Már a pirosztalom, megkerülni azt a hújáról.
elromlanak ezek a liftek. Amikor azt mondom stop, akkor a lift megáll, és elindul visszafelé. Jó? Indul a lift. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, stop! Hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Jöjjenek azok, akiknek olyan a színe a pártikájuknak, mint a... És ide jöjjenek azok, akiknek olyan a... Ide gyertek, társadalom. Akiknek olyan a pártikájuk színe, mint az élő. Ütetés indul! Ütetés indul! Aki kész van, leül a helyére. Mit csinál a kis kezem? Simogat kedvesen, ütöget mérgesen, szírógat kedvesen, csipked hegyesen, táncol ügyesen. Mit csinál a kis kezem? Te is tudod, mondd velem. Alaposan megfigyelek. Mit láttatok a pártján? Cicushoz hívjuk a cicust, máshogy mi onnan elsősök vagyunk. Macska, milyen hangot hallottok benne? Milyen hangot hallunk benne, amit feltanultak? És nép? Jó, akkor megy a sinyi. Hajó! Hajó!